Sziasztok! Az én nevem Zoli, ahogy hallottátok, és Maros megyéből jöttem. A Gernészeg ifjúság egyik tagja vagyok. Ez nem volt mindig így, mert nem hívő családban növekedtem fel. Anyum egy hívő asszony volt, és eljárt imaházba. Én ahogy visszaemlékszek, és ahogy magyarázták, hogy egy nagyon-nagyon rossz gyermek voltam. Még a rossznál is rosszabb. Nem bírt velem anyám, és elvitt gyülekezetbe, elmentem, mert volt külön kicsiknek alkalom, meg aki sok kérdést választ tudott a kérdésekre, kapott cukorkát, meg édességet. Nagyon jó hely volt ez nekem, és rengeteg bibliatörténetet megtanultam, meg anyum mindig avaltatott el, hogy Dávid és Góliát, özönvíz, Noé bárkája, nagyon szerettem. És eljártam imaházba, és anyum megtanította nekem azt, hogy minden, ami történik, az Istentől van. Én nagyon anyás voltam, úgyhogy anyum, ha elment valahova pár percig, sírtam utána. Nagyon-nagyon anyukás voltam. És apum egy nagyon jó munkahelye volt, volt anyagilag mindenünk, és nekem mindig volt egy álmom, hogy kerüljek egy rendes foci csapathoz, hogy játszodjak. És nagyon sokat edzettem, van nálunk, hála Istennek, 3 futballpálya, vagy 4 is teremmel. És az a pálya, ahol én edzettem, ott nem volt imaház, de került egy imaház. És nem is tudtam, hogy lesz ifjúságot, nem is nagyon foglalkoztam, mert ahogy anyum megtanította nekem azt, hogy minden Istentől van, eljött az a pont, amikor anyum apumtól elvállott, nem tudom, hogy milyen okból, nagyon kicsi voltam, és én maradtam a nagyszülőkkel. És nagyon kiakasztott ez az egész, azt mondtam, hogy ilyen Isten elveszi azt, ami nekem a legdrágább, már őt tartottam legdrágábbnak akkor, és elfordultam Istentől. Azt mondtam, hogy nekem ez az Isten nem kell. Több nem foglalkozok Istennel. És maradtam az álmomnál, hogy egy komoly focista leszek, és nagyon sokat edzettem télen, nyáron, vízbe, ott voltam a futballpályán. Megalakult az imaház, és az imaháznak lett ifjúsága is, nem tudom hány tag volt akkor, de nem is nagyon érdekelt engem ez az egész. Ahogy én mentem edzésre, minden pénteken volt edzésünk, mert volt, amikor a meccsünk szombatra vagy vasárnapra esett. Zozo mindig kinyitotta az ablakot, és Zoli, nem jössz ifire? És mondtam, hogy el fogok jönni, de nekem eszembe se volt. És ez ment így, nem tudom meddig, egy jó ideig, 3-4 hétig. Én közben csak edzettem. És nem tudom, hogy alakult, de egyszer elmentem ifire. Szabad idő volt. De nem nagyon akartam, olyan lelkülettel mentem el, hamar leülök, ott voltam Zozo mellett, hamar lejár az egész, és semmi közöm az egészhez. És ahogy énekeltünk, egy ének nagyon megragadott engem. Nem fogom elénekelni, de elmondom a refrénit, hogy drága véred, értem folyt a keresztfán. Ez az egyik része, és ez nagyon megragadott, nem tudom, hogy. És ahogy minden pénteken volt az edzésem, és nekik az ifi alkalom, ahogy hazamentem, ez egész héten így bennem volt. Bennem volt, és nem hagyott nyugodni, nem hagyott aludni, és már alig vártam, hogy legyen péntek, de már nem az edzés miatt, hanem hogy el tudjak menni ifire. És azóta is ott vagyok az ifjúságon, és tapasztalom azt, hogy Isten mennyire jelen van a munkahelyemen, mennyire jelen van az életemben, mennyire körülvesz az ő szeretete, és erőt ad mindenbe. Úgyhogy, ha te is úgy vagy itt, hogy valami van az életedben, vagy valami gond van, az, hogy Isten hív. Nekem az ára az volt, mert lehet, hogy máshol kötöttem volna ki, hogyha anyum nem válik el apunktól, mert nagyon rossz gyermek voltam, és így szólított meg az Úr, és én bátorítlak, hogy ne várd, hogy az Úr keményen szóljon hozzád, hanem fogadd el őt,
most megint egy refrén jut eszembe, az, hogy egy igevers is, hogy ha halljátok ma az ő szavát, meg nekem nyitsetek a ti szíveteket, és a refrén szól, hogy fogadd előtt, nem bánod meg, hisz életet nyersz. Amit ő nyújt, az az örök élet. Amen.